A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatala a konzorciumban nyert közel 240 millió forintos támogatást Tiszalök város önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretén belül. A paktum célja a helyi foglalkoztatás erősítése. 36 hónapos maga a program, és ezen idő alatt kell azokat a vállalásokat teljesíteni, amiben a pályázatban lett foglalva. És tulajdonképpen itt azokat célozzuk most meg, akik még a munkaerőpiacon, a versenyszférában még nem tudtak elhelyezkedni. Tehát két oldalú a dolog. Egyrészt segítünk, próbálunk segíteni azokon, akik még legfeljebb közcélú foglalkoztatásban, vagy esetleg még abban sem találtak munkát és bért, illetve azokat a vállalkozókat, cégeket, tehát munkáltatókat, akik pedig már nem is gondolná az ember, munkaerő hiányban szenvednek. A paktum nekik is lehetőséget ad a probléma megoldására, hiszen az igények felmérésével párhuzamosan feltárja a térség munkaerő tartalékait is. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban Szabolcs-Szatmár Bereg megye munkaerőpiaci helyzete az óriási változáson ment keresztül. Mi 2010-ben közelítette a 20%-ot a munkanélküliségnek a mértéke, addig már ez 9% alá csökkent, köszönhetően annak, hogy azok a tervek és ötletek, elképzelések, amelyek a megyében megfogalmazódtak, azok a támogatást is nyernek, és folyamatos a cégeknek a bővülése. Itt Tiszalök térségében a nagy megyei paktum kiegészítéseként a térségi paktum az további 105 ember foglalkoztatására fog lehetőséget adni, és 25 embernek a képzésére. Ez újabb segítséget jelent térségi szinten a munkahelyteremtésnek, amely a kormány jelenlegi programjában kiemelt fontosságú. A cél pedig a teljes foglalkoztatottság elérése, ami 3% körüli munkanélküliséget jelent. 6-7%-os itt a munkanélküliség, ez még egy picit az országos átlag fölött van, ezért is fontos, hogy a paktumba bevont vállalkozók támogatással fölvehetnek új embereket, új munkahelyeket létesíthetnek, képzésre is lehetőséget ad, 2020-ig tart, és én nagyon örülök, mint egyéni országgyűlési képviselő, mert hogyha ez a térség is tud fejlődni, emellett az uniós forrásokból fejlesztések is megvalósulnak, akkor itt ebben a térségben is a megtartó erő erősödik, és az emberek életminősége is javul. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara is hozzájárul a paktum sikeres működéséhez. Ők évek óta felméréseket végeznek a térségben, és ezek az adatok folyamatosan rendelkezésre állnak a paktum irodák számára. Az iparkamara közel 30 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván, és nagyon fontos feladatának tartja azt, hogy ezekkel a gazdálkodó szervezetekkel megismertesse a paktumoknak a működését. Elmondjuk azt, hogy mire használhatják a paktumokat, hogyan kereshetik fel a paktumirodákat, és egy-egy igény kapcsán milyen nyomtatványokat kell kitölteni. Erről személyesen is adunk tájékoztatást az ügyfélszolgálaton, illetve a honlapunkon is nagyon sok információ megtalálható. A foglalkoztatási ráta jelenleg megyénkben a legmagasabb, azonban a szakemberek kiemelték, még mindig szükség van a helyi sajátosságokra alapozó foglalkoztatási paktumok működésére.